A Csillagpont Rádió mikrofonjánál a szerkesztő továbbra is Szász Anikót hallják, és hát nem rég volt az, amikor nagyjából a nyár elején vagy nyár közepén Antal Emese dietetikust arra kértem, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy hogyan tápláljuk a gyerekeinket nyáron, a nyári szünetben, mert hogy azért az egy kicsikét szabadabb, egy kicsit más rendszerű. És hát elszaladt a nyár, becsengettek, lehet azt mondani, úgyhogy elkezdődik az iskola, és egy új téma, hogy az iskolás gyerekeinket hogyan tápláljuk, mert hogy kikerülnek a kezeink közül, hogyha fogalmazhatok így, hiszen elindítjuk őket nap mint nap, reggelente. Nagyon fontosnak gondolom én, gyakorló szülőként is, hogy milyen 10 órait, milyen uzsonnát csomagolunk a gyerekeknek, hogyan járjunk el ebben okosan és egészségesen. Hát igen, az a legjobb, hogyha mindenféleképpen legalább a kisgyerekeknél nem pénzt adunk neki, hanem mi gondoskodunk a 10 óraiáról. És ezt úgy tegyük meg, hogy például nézzük meg egyrészt az étlapot, hogy mit eszik a gyerek, mert ahhoz kell nem csak a vacsorát, hanem akkor tényleg próbáljuk a 10 órait, meg az uzsonnát is hozzá illeszteni. Hogy mit tartalmazzon a 10 órai, meg nyilván az uzsonna is, a legjobb, talán a legegyszerűbb egy szendvics, abban a legjobb, hogyha mondjuk teljes kiörlésű kenyérből készül, legyen benne valami szalámi, vagy krémet otthon készíthetünk, akár a gyerek bevonásával. Sajt nagyon jó, hogyha tényleg fehérje tartalma is van annak a szendvicsnek. Zöldség, salátalevél, paprika, retek, ezek azok, amik nem eresztenek levet, tehát ezeket tudjuk csomagolni. Gyümölcssalátát is tehetünk, nem csak mondjuk banán vagy almát egészben, hanem kis dobozba gyümölcssalátát kis citrommal meglocsolva, az megőrzi a frissességét, és akkor meg tudja azt tenni. Azt mondtad az imént, hogy nagyon fontos, hogy ne pénzt adjunk a gyermekeinknek, és azért kapaszkodnék ebbe a gondolatodba, mert hogy az egészségügyi kormányzatnak van most egy ilyen törekvése, hogy az iskolai büfé kínálatát egészségesebbé tegye. Nyilván sok szülő volt eddig úgy, hogy a zseppénzzel egy kicsit könnyített a saját maga dolgán is, csak hát az nem volt mindegy, hogy a gyermek ebből a pénzből mit vásárolt, hogyan gazdálkodott belőle, mert nem biztos, hogy tápláló dolgot vásárolt, lehet, hogy inkább nasi meg cukros üdítőt. Erről mi a véleményed? Valóban az iskolai büfé kínálatának az átalakulása segítheti-e majd a szülőket? Erről az a véleményem, hogy ez a szülői háttértől függ. Tehát eleve az, hogy én megtanítom a gyerekemet, hogy mi az, amit 10 óraira, ebédre, uzsonnára, vacsorára, meg még pluszba, reggelire egyen. Mert hogyha én nem tanítom meg, akkor ő neki az a természetes, hogy mondjuk az iskolához vezető úton akár egy boltba bemegy, és mondjuk akkor lehet, hogy tényleg minden nap csak nasolnivalót, édességet fog venni magának. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi az, amit én tudok biztosítani számára, és hogyan tanítom meg. Tehát igazániból egy édes, mondjuk egy gabona szelet, gabonapehely, vagy aszalgyümölcsök is nagyon jó szolgálatot tehetnek, tehát abszolút beleillenek, de mindenféleképpen a változatosság, meg a mérték az, ami nagyon fontos, hogy a gyereknek megfelelő, az ő számára megfelelő 10 órait tudjuk neki biztosítani. Ti táplálkozási szakemberek mindig hangsúlyozzátok, hogy nagyon fontos a reggeli, és gondolom, hogy ez az iskolai időszakban különösen fontos, hogy a gyermek azért ne üres gyomorral induljon el elvégezni a napi teendőit, és valahol azt nyilatkoztat, hogy nagyon jó lenne, hogyha a családok le tudnának ülni reggel néhány perce is együtt megreggelizni, és talán ennek lehetne az is a módja, hogy már előző este elkészíteni a reggelit. Igen, ez is egy módozat, amit most mondasz, de azért természetesen azért a való világ, hogy így mondjam, tehát az életünk az nem mindig ennyire egyszerű és nagyszerű, mert lehet, hogy nyilván késve ébredünk, nagyon fáradt a szülő, hogy előző nap megcsinálja, akkor se kell kétségbe esni, akár ilyen szempontból engedékenyek tudunk lenni, tehát akár a mondjuk az iskolába vezető úton
egyen valamit a gyerek, vagy azt is megcsinálhatjuk, hogyha olyan gyerekről van szó, aki nagyon nem szeretne reggelizni, akkor egy kicsit hamarabb juttassuk el az iskolába, és akkor ott még van pár perce arra, hogy legalább pár falatot megegyen, mielőtt kezdődik az első óra. Szülőként mit tegyünk akkor, hogyha a gyermekünknek 10 órai uzsonnát is csomagolunk, és délutánonként ő azt rendszeresen érintetlen formában hazahozza? Hát akkor mindenféleképpen el kell beszélgetnünk vele, tehát azt, és meg kell tudni az okát, hogy miért van ez. Az is lehet, hogy, és erre föl szerette volna már hívni a kedves szülőknek a figyelmét, hogy ne olyan ételt csomagoljunk a gyereknek, amit nem szeret, hanem olyat, amit szeret. Tehát hogyha például a gyerekünk addig nem evett barna kenyeret, vagy teljes kiörlésű kenyeret, akkor ne azzal próbáljuk rávenni, hogy na, azt csomagolom, és akkor nincs más megeszi címszóval, hanem ezt inkább tényleg a hétvégén, akkor vagy a szünetekre hagyjuk a megismerését ennek a fajta kenyérnek. Hiszen energiát kell biztosítani a gyereknek az iskolába, és azt viszont csak úgy tudja, hogy olyan ételt eszik, amit szeret, meg amit ismer. Azért ne felejtsük el, hogy például a közétkeztetésnek is az egy nagyon nagy szerepe többek között, hogy ott együtt étkeznek a gyerekek. Tehát lehet, hogy lesz olyan étel, amit addig nem szeretett, de most látja, hogy a legjobb barátja megeszi, akkor ő is megkóstolja, tehát azért ennek nagyon fontos szerepe van. Tehát hogyha hazaviszi a gyerek, kérdezzük meg, hogy a büfében mit vásárolt, tehát hogy mindenféleképpen derítjük ki, hiszen nem csak mondjuk az a probléma, hogy nem ette meg a gyerek, és mondjuk nem eszi a gyerek, hanem az is, hogy mondjuk a szemétbe fog landolni az étel. Ha jól értem, akkor azt mondod, hogy az új ételek bevezetésével, illetve a nem szeretem ételeknek a megszeretetésével ne az iskolai időszakban kísérletezzünk, ne uzsonna és 10 órai formájában. Igen, igen, abszolút azt mondom, hiszen a gyereknek energia kell. Tehát, hogyha nem vagyunk benne biztosak, hogy megeszi, akkor ne olyat adjunk neki. De ez nem feltételezi azt, hogy most, hogyha csak a gyerekünk az édességhez szokott, akkor csak azt adjunk neki, hanem ezt azért nyilvánvaló. Ne jussunk el odáig, hogy megengedjük a gyerekünknek azt, hogy nagyon válogatos legyen. Azt hiszem, nagyon fontos az innivaló kérdése is, amikor iskolás gyerekeket látunk, és a hátizsák oldalában ott van a kis kulacs. Azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy abban mi van. Hát igen, tudjuk, hogy a folyadékbevitel alapja az a víz. Tehát a legjobb, hogyha vizet adunk a gyereknek, és ahhoz szokik hozzá, ez nagyon jó. Néha abszolút beleférhet valamilyen 100%-os gyümölcslé vagy tea, de azért gondoljunk arra is, hogy mondjuk, hogyha csak gyümölcslét fogyaszt az a gyerek, és mondjuk 7,5 literes az a kulacsa, akkor nagyon sok mindent akár már kiszoríthatunk, tehát nem lesz annyira éhes az a gyerek például ebédnél. Tehát nagyon jó, hogyha felhigítjuk mondjuk a gyümölcslevet, és akkor így viszi el, meg arról se feledkezzünk el, hogy azért minden negyedik, illetve ötödik gyerek az, aki túlsúlyos vagy elhízott, tehát ilyen szempontból a cukor és energiatartalomra is oda kell figyelnünk. Vannak olyan gyerekek, akik hazajönnek az iskolából, és arra a kérdésre, hogy mi volt az ebéd, vagy el tudják mondani, hogy mi volt a leves, mi volt a második, és azt mind el is fogyasztották jó ízűen, vagy pedig meg sem tudják mondani, hogy mit ettek, mert gyakorlatilag föl sem ismerik, nem szeretik, meg sem kóstolták. Közétkeztetésben várható-e olyan változás, ami azért a gyerekek számára kedvező lesz? Hát már ez folyamatban van, de az, amit most itt kérdeztél, ez abszolút megint az otthonnak a feladata, hogy így mondjam, hogy mi szülőként mit tanítunk a gyereknek, mit lát, mennyi fajta étellel, élelmiszerrel találkozott ő már. Bevonjuk-e a gyereket az ételkészítésbe? Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy szélesedjen
a gyereknek az elképzelése is azzal kapcsolatban, hogy mennyire sokfajta étel van, és így akkor jobban is meg fogja enni azokat. Korábban itt a Csillagpont Rádióban beszélgettünk a Gyermek az asztalnál című könyvedről, ami nem olyan régen jelent meg. Ebben a szülők találnak esetleg olyan tanácsokat, akár recepteket, ami az iskolai időszakban segítség lehet? Hát igen, direkt azért is terveztem és írtam úgy a könyvet, hogy gyakorlati élethez nyújtson a szülőknek, pedagógusoknak segítséget, és mindamellett mintaétrendek, külön óvodás, alsós, felsős várja azokat, akik érdeklődnek a táplálkozás iránt, és külön nyári, külön téli étrendeket találhatnak, valamint recepteket is. És az étrendeket is úgy állította össze a kolléganőm, meg a segítő csapat is, hogy legyenek benne mindennaposan használható, vagy úgy mondjam, hagyományos ételek is, de vannak olyanok is, akik kísérletezni szeretnének, olyan szülők, hogy ő nekik is megfeleljen az az étrend. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóinak mondanám, hogy az elmúlt percekben Antal Emese dietetikustól kaptunk jó tanácsokat arra vonatkozóan, hogy a hamarosan kezdődő iskolai időszakban mi kerüljön az uzsonnás, illetve a 10 óra is dobozba. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, és nagyon jó évkezdést.